Na, te mit éreztél? Hát, nem tudom, ilyen meditatív állapot szerűséget. Te? Bizselegtem végig. Ez mondjuk nagyon érdekes, mert mondtad is, hogy ezek csakrákra hatnak. Én éreztem ezt a fölfele menést, ahogy mentünk csakráról csakrára, és úgy váltam libabőrös és egészen fönn. És azt éreztem, hogy ugye az egész aurámat így tágítottam kifelé, és egyre töltődtem felfele, és... Még a hajad is. Ugye? Igen. Szóval, hogy így nagyon jó érzés volt, jó élmény volt. Mondtam, hogy most valószínűleg meg se szólalok, hagyok mindent rád, hogy te majd elmondjál mindent, de látom, hogy te is elég elkábultál. Elnémultam. Kiknek ajánlod ezt a csakraharang masszást? Hát igazából minden ember számára ajánlható. Apukáknak, anyukáknak és gyerekeknek egyaránt, egészségesnek és betegnek is egyaránt, mert ez a fajta hangzás, ez a fajta szépség és csengés, tisztaság, ez visszavezeti az embert egy jófajta ártatlanságba, egy jófajta kettőnk békességben. Én vagyok a szkeptikusabb. Azt abszolút érzem, hogy milyen nyugtató, milyen meditatív hatása van, de értem, hogy igen, a gyerekeknek miért jó anyagot. De hogy gyógyítani, hogy lehet ezzel, az egy kicsit érdekel. Igen, hát ez egy komolyabb kérdéskört kezd el feszegetni. Valóban megérkezünk a hithez és a bizalomhoz, egy olyan részhez, amit ugye a Gabi mondott is, hogy ez csakra. És hogy mi az, hogy csakra? Sokan azt se tudják, hogy ezt eszik-e vagy isszák, hogy ez energiaközpont, ami áramlik, forog és örvénylik, aminek az a feladata, hogy a testünkbe, a fizikai kézzel fogható testünkbe életenergiát vezessen, illetve a kozmoszból különféle nekünk szükséges dolgokat vezessen be. Ezzel, mikor elkezd az ember foglalkozni, vagy egyáltalán hall róla, akkor megkezdik, hol vannak ezek a csakrák, hát csókolom, én ezeket nem látom, és akkor a szkeptikus embernek elég nehéz ezt így átadni. De én azt mondom, hogy hányszor van olyan, hogy te valakire rágondolsz, és akkor pont felhív, vagy nagyon foglalkoztat téged valami, és akkor pont egy olyan cikket olvasol, akkor először azt mondja az ember, hogy ez véletlen, de amikor ezek úgy megszaporodnak, akkor elkezd ezekre a nem kézzel fogható dolgokra kicsit jobban odafigyelni. Tehát. Még mindig nem kaptam már igen, azt, hogy olyan gyógyítani. Betegeken, vagy sűrűs betegeken lehet komolyan segíteni ezzel a módszerrel akár? Igen. Igen. Ugyanis ezek a harangok a frekvenciájuknál fogva a hangok egy-egy adott energiaközponthoz úgy áramlanak, hogy annak a működését befolyásolja. És mindenkinek pontosan annyira befolyásolja, amire készen áll, amire szüksége van. Tehát itt a hangoknak a frekvenciája az, ami egy-egy adott csakrának a frekvenciájához oda mozog, és annak az alul, illetve túl pörgését próbálja befolyásolni és segíteni. Mi volt az az olyan betegség, amit tudtatok, vagy diagnosztizáltak esetleg, és ezután így, ha történt ilyen terápia, akkor utána... Vesekő. Alapvetően ugye a csakrák az étertesten, tehát az energiatesten található örvények, és az étertest, ugye a mesékben elhangzik az életvize, a vízelemhez köthető, tehát hogyha itt most így visszakapcsolódhatok az előbb elhangzott vízelemhez, maguk a hangok, A bennünk lévő vizet kezdik újra struktúrálni, tehát az energiatesttel dolgoznak, az energiatesten található energiaközpontokkal, és akkor így. De még mindig nem olyan jelleggel, ahogy mondjuk azt mondanák, hogy bevettem egy antibiotikumot, és akkor ez biztos, hogy ez a széles spektrumú, vagy nagyon célorientált, akkor csak erre a betegségre hat. Itt sokkal mélyebb és sokkal komplexebb kezelések zajlanak. That's all she was now. Nem is szavakkal kimondott, mert a hangok inspiráció révén emelkedik fel az ember egy olyan világba, vagy olyan helyre, amelyben a minket segítő lények, illetve a minket körülvevő úgynevezett magasabb világok tudnak egyfajta segítséget adni. Bárki megtanulhatja ezt a módszert? Igen. Tehát igen. Akár én is beszerezhetek ilyen magat, és akkor zenélhető. Nyilván az is jó dolog, amit meséltél, hogy gyerekeknek is jó, tehát igen. Gyerekeknek, akik esetleg kicsit nyugtalanul alszanak, beszerezni egy olyan fajta, milyen típusú
csakra haragot ajánlasz mondjuk egy ilyen mindenféle kép a víz, az alapvetően egy holdi része az embernek, aha. És akinek mondjuk alvás problémái vannak, vagy nehezebben kezelhető, akkor ott alapvetően a mamát is szoktuk segíteni. És ehhez a hold, mint vízelem nagyon jól kapcsolható, tehát a vízelemet, illetve a szívcsakra harangot mindenféleképp. Meghallgathatjuk persze. A kettőt, hogy milyen a... A harangokban ezüst ötvözet van, és az ezüst is a holdhoz köthető fém, tehát megint visszakanyarodunk a hold és a víz kapcsolatához, és... Ebből a sok-sok csengésből kialakuló kis hang az, ami egy-egy adott területhez hangzik. Ez mindegyik végén zenél, tehát ő az a harang, amely mindegyik csakra végén kvázi elsimítja azokat a diszonanciákat, amely... Ez érdekes, mert ahogy most megszólaltatod, kicsit hasonlított a gyerekzen. Gyerek, vagy tudod, van ez a felhúzhatós, igen. Szóval nagyon érdekes. Sőt, pedig a szívcsakra. És akkor mi ez a szívcsakrával? Köszönjük el most.